Szeretetett testvéreim, Kárpát haza magyarjai. Először is köszönöm a Teremtőnek, hogy lehetővé tette, hogy eljöjjek önök közé. Köszönöm a Teremtőnek, hogy önök eljöttek a mai estére. Amikor az Úr megteremtette a világot, 6 napi munkálkodás után a teremtett világon körbenézett, és a teremtett világ nagyon tetszett neki. Tökéleteset alkotott. Az embert kiemelte az élőlények sokaságából, és alkotó társul fogadta, hiszen saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Szándéka szerint az volt a terv, hogy majd az ember az isteni munkálkodás egy részét tovább folytatja, és a teremtett világot szebbé, jobbá, az utódoknak gazdagabbá teszi. Tudjuk, hogy írott és a korábbi történelmünk milyen tragédiák sorozata után elértük a mostani időszakot, amikor láthatjuk, hogy veszélybe van a Föld. Veszélybe van a Föld, mert az ember ahelyett, hogy a teremtői szándékot valósította volna meg, önző módon az élőlények sokaságát pusztítva, a teremtett világot pusztítva, saját igénye szerint próbálja átalakítani a Földet. Mi emberek az iskolában is úgy tanuljuk, hogy vannak hasznos növények, meg haszontalan növények, káros növények, gyomok, vannak hasznos és haszontalan állatok, pedig minden teremtett élőlény Isten akaratából a Földön lévő gazdagságot biztosítja. Önző érdekből állítjuk erről vagy arról a növényről vagy az állatról, hogy hasznos vagy haszontalan. Egyetlen egy példával, ami naponta előkerül, ugye van egy gyomnövény, amit hogy is hívnak önök felé? Vatkender? Hogy? Parlagfű. Parlagfű. És a korábbi neve, emlékeznek rá, hogy mi volt ennek a parlagfűnek a neve? Ambrózia. Ambrózia, ami illat, anyagot adott, és az immunitást legjobban fokozó gyógynövénynek számított. Ma is, ha abból teját főznek, akkor az immunvédekező rendszerüket növeli. Mi tulajdonképpen a vadkenderrel a probléma? A Teremtő Isten egy olyan sima védőburkot teremtett a pollen köré, amely senkit nem allergizál. De ha a motorok kipufogó gázai, a légszennyezés lebontja ezt a védőburkot, akkor alatta úgy, mint a bogáncsnak a kis nyilai, belekapaszkodnak a nyálkahártyába, belekapaszkodnak az orr, a légcső, a tüdő nyálkahártyájába, és nagyon kellemetlen hatású. Akkor kire kell haragudni, az ambróziára, vagy a gépkocsi kipufogó gázaira? De mondhatok mást is, akkor nyugodtan dobjuk ki a szemétbe a kenyeret, mert a kenyér bizonyos részeire, különösen a fehér emberek allergiásak, lisztérzékenyek. Vagy a tejet is dobjuk ki, mert ugye a felnőtt emberek nagy része elveszti azt a speciális enzimet, amely bontja a tejet. Ja, ha olyan körülmények közé kerül az ember, hogy természetes jó táplálékot fogyaszt, akkor ez az enzim visszatér. Ezek orvosi dolgok, és azért kezdem ezzel, mert nyilvánvalóan önök tudják, hogy az én hivatásom a gyógyítás. Mindannyian, akik ide a Földre kerülünk, Isten szándékából kerülünk a Földre, ő határozza meg, hogy mikor, hova születünk, és ő határozza meg, hogy mikor megyünk el e földi világból. Nincs két egyforma ember,
a Földön, a 7 milliárdból nincs két azonos ember. Ez a sok színűség biztosítása. Az ember a teremtőtől kap, amikor ide születik, 60-70-80 évet, kap képességeket, talentumot, meg helyzetet. És ha a Jóisten meghív bennünket, mindenkit meghív, de nem mindenki hallja meg, akkor nem munkája lesz itt a földi életben, hanem hívatása. A hivatás abban különbözik a gyötrelmes munkától, hogy a legnagyobb örömet adó foglalkozás a hivatás gyakorlása. Ezért én soha nem dolgoztam, csak a hivatásomat gyakoroltam, és életem legnagyobb öröme a hivatásom gyakorlása volt. Gyógyító embernek küldött ide a Jóisten, és különböző időszakokban, különböző feladatokkal látott el. Voltam, mint önök tudják, szívsebész, szívgyógyász, az egész világot bejártam. Tanultam, hogy az embereken segíteni tudjak, majd tanítottam az egész világba. Számos olyan felfedezést tettem le a tudomány asztalára, amit a világon egyedül álló, úgy a kísérletes orvostudományban, az alaptudományokban, mint a klinikai tudományokban. Balga módon azt hittem, ha nagyon sokat tanulok, nagyon sok okos ember tanácsát meghallgatom, akkor életem alkonyára, így a mai napokra eljutok arra a szintre, hogy egyetlen szervünknek, a kicsi szívnek a titkait meg tudom fejteni. A mellkasunkban lévő ökölnyi szerv, a szív 300-400 gram, fél kiló sincs. És hova jutottam? Bejártam a világot, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tudok, megmerem kockáztatni, hogy kevesen vannak. Azok, akik annyit tudnak a szívről, mint én, csak ha a kérdés felteszik, hogy és mennyit tetszik tudni, a válaszom az, hogy szinte semmit. A szívről sem. Miért nem? Azért, mert az isteni tudás közelébe se férhet az ember. Gondolják el, hogy a szervezetünk, a testünk körülbelül 250 milliárd, 300 milliárd sejtből épül fel, és naponta 5 milliárd sejtnek kell születni, 5 milliárd sejtnek meghalni, hogy egyensúly legyen a szervezetben. Ha nem termelődik sejt, akkor hetek alatt elsorvadunk. Ha bizonyos sejtekből több termelődik, ez a daganat. Ezért a mi immunrendszerünk szabályozza a születést és a halált a sejtekben, és ennek az egyensúlya jelenti az egészséget. Igen ám, de a magyarság fő betegségek közül a szív- és érrendszeri betegségekben Európában elsők vagyunk, daganatos megbetegedésekben elsők vagyunk, és a kutatásaim során nem értettem, hogy mi az oka ennek, hiszen a világ legjobb éghajlati körülményei között a legegészségesebb táplálékot fogyaszthatnánk, mert itt megterem, édes víz tengeren úszkálunk, mert önök még a vécét is ivóvízzel húzzák le, pedig a világból 1,5 milliárd ember szomjazik, 2 milliárd egészséges ivóvizet nem fogyaszthat, tehát étel, víz, levegő, napfény. Minden, ami a teremtőtől származik, az a Kárpát-medencébe születetteknek a többihez képest óriási mennyiséggel áll rendelkezésre. A másik dolog, amit hajlamosak vagyunk nem figyelembe venni, önök, mi, akik a magyar nyelvet beszéljük, hihetetlen kegyelmet kaptunk, mert a magyar nyelv olyan logikus, építkező, ragozó nyelv, hogy a kisgyermeknek, aki tanulja az anyanyelvén a magyart,
az agyának azok a részeit fejleszti, ami a kitaláló képesség, innovatív képességért felelős. Nem véletlenül a szám arányához viszonyítottan a magyarok között hihetetlen sok feltaláló, és hogyha időm engedi, néhány dolgot elsorolok, hogy a magyarok mit adtak a világnak, milyen felfedezéseket, milyen dolgokat, amire nem is gondolnának, hogy a magyarok találmánya. De hát akkor hogy van ez? Kiváló földrajzi adottságok, a nyelvünk képessé tesz bennünket arra, hogy a legbonyolultabb dolgokat felfedezzük, és mi itt vagyunk betegen. Miért beteg a magyar nemzet? Miért beteg a magyar ember? A kutatásaim során hihetetlen eredményekre jutottam, de ehhez egy dolgot tisztázni kellett. Ugyanis járom a világot, és magyar tudós társaimmal elmegyünk Amerikába, és megkérdezi az amerikai tudós, hogy honnét jött, vagy honnét jöttetek. A válasz nem az volt, hogy Magyarországról, hanem Európából, pontosabban Közép-Európából. Egy szó nem hangzik el, hogy Magyarországról. És ekkor gyerekkori élményem erősítette meg, hogy itt óriási baj van. Pécset kollégiumban laktam középiskolás koromban, és a pécsi vidéken nagyon vegyes lakosság van. Magyarok, svábok, bosnyákok, szerbek, horvátok, és a kollégiumban a mellettem lévő szekrényben egy bosnyák fiú lakott, hogy így mondjam, akinek az édesanyja minimum hetente egyszer otthonról elemúzsiát hozott, mert a fiacskája rendkívül éhes ember volt. És aki Pécset ismerős, a főutcán, a Király utcán mentem ezzel a fiúval, és látom szembe jönni az édesanyját. Bosnyák asszony lévén, Bütykös harisnyába, népviselőbe, 1962-63-at írunk. És mit tesz a fiatal ember? Nyom el, hogy ne találkozunk az édesanyjával. Átmentük az utca másik oldalára, és kérdezem, mi ez? Mondom, hát nem édesanyád jött velünk szembe? Igen, de nem láttad, Bütykös harisnyába volt. Hát ne szégyenítsem engem, mondja a fiatal ember, és ekkor valami borzasztó fájdalom öntötte el a szívemet. Hasonló, akár Amerikában, akár Európában, egyszerűen szégyelte a magyarságát. Tudós emberek, akik kicsodák, az írástudók részei. Az írástudók árulása az egyik legnagyobb baj, amiért ide jutottunk, ahol vagyunk. Kik az írástudók? Ugye a régi időszakban, tehát a magyarok, és ez nagyon fontos tudniuk, a róvás írást nem oskolába tanulták. Öregapjuktól, apjuktól róttak, de amikor a latin betűket behozták, ugye a magyar székely róvás írás betűkészlete 42-44 betű, a római írás 20 betű, 22 betűjellel írja le a dolgokat. Ezért nem tudták leírni a magyar szavakat, mert a magyar nyelv minden hangjára van egy betűjel. Emlékeznek a középkorú szülők, amikor az angol módszert próbálták behozni, képolvasás. Nem a betűket, nem a szótagokat szavakká formálva, hanem rá kellett nézni, és valami borzalom alakult ki belőle, mert a mi agyunk nem így működik. A mi agyunk logikus. A mi agyunk nem bírja az illogikus dolgokat, és ezért hadd nyugtassam meg ifjú hölgyeket, urakat, hogy nem bennünk van a baj, hogy az idegen nyelveket nehezen tanuljuk, hanem az ő nyelvükben, mert másképp van írva, másképp kell mondani, és évente változik a nyelvük, a mi nyelvünk pedig sok tízezer év óta változatlan.
angol tudós, majd ha idő lesz, idézem, már a 700-as években azt mondta, hogy a magyar nyelv olyan, mint egy kőszikla. Karcolás nem sértett az idő a nyelvbe. De elmondom, a 2002-ben a Francia Tudományos Akadémia az egész világra kiterjedő vizsgálatot, számítógépes vizsgálatot végzett, azt a kérdést tették föl, hogy a holt nyelvek, amelyek nyomaiban megmaradtak, latin, szanszkrit, ótörök, ógörök, egyebek, és az élő nyelvek közül melyik nyelv hordozza legmagasabb arányban az ős etimonokat, az ős szavakat. Mi az ős szó? A magyar könnyen el tudja dönteni, mert a hangutánzó szavak, ugye csörren, robban, recsen, az utánozza azt a fizikai jelenséget, ami történik fával, cseréppel, amikor leesik. De ha azt mondom, hogy vajon a fázni szó ős etimone, mit válaszolnak erre? Ugye az ember, amikor kiment a barlangból, volt valami állatbőr, amivel belebújt, elment távol a barlangtól, jött a hideg idő, mint ahogy most is, két nap alatt, nem ért vissza a barlangba, több ruhája nem volt, mit kellett csinálni? Hát tüzet gyújtani. Ahhoz mit kellett csinálni? Fát gyűjteni. El kellett menni fázni. Tehát nem olyan bonyolult dolog ez, de a végeredmény mondom. A latin nyelv az összes nyugat-európai hajlító nyelvnek az alapja 4% ősszót tartalmaz. Az ebből kialakult hajlító nyelvek, német, angol, francia, portugál, spanyol, olasz, román, ezek 3% ősszót tartalmaznak. A szanszkrit és az ótörök a legmagasabb arányban 22%-ba tartalmaz ős etimonokat, ős szavakat. És a mai rontott magyar nyelv, mit gondolnak, hány százalék ős etimonnal bír? 67%. Tetszik érteni ennek a jelentőségét? Nem biztos. Ezért azt mondom, hogy ez egy alap arra, hogy itt valami nem stimmel. Valami nem stimmel már eleve a nyelvünkkel, mert azt tanítják, hogy a finn-ugor nyelvcsaládhoz tartozunk, ugye? Ezt tanulták? Széchenyi gróf, Széchenyi István, a Magyar Tudós Társaság alapítója, sokakkal másakkal együtt, nem csak ő tett bele az éves, a birtokainak éves jövedelmét, hanem Bajbáró, sokan a főurak, de azt kevesen tudják, hogy nagyon sok paraszt ember támogatta. És annak idején ugye a Magyar Tudós Társaságot a magyar emberek pénzéből támogatták. Mi volt a Magyar Tudós Társaság létrehozásának a célja? Hogy a világ tudományát kutatva a magyar nyelvet és történelmet minél pontosabban kutassa meg. Mit tudnak arról, hogy Széchenyi hogy halt meg? Lassanként bontogatjuk a dolgokat, és majd egy kronológiai sorrendet is a végén, csak egy picikét próbálok az önök ismeretére támaszkodva kapcsolni a régmúlt időkbe. Tehát Széchenyi azért kellett, hogy meghalljon, mert addig még élt, nem engedte, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát átvegye Ferenc József és a Habsburg kancellária. Mert egészen addig természetesen a valós magyar történelmet tanították. Tudják-e, hogy egy magyarul nem tudó, egy szót nem tudott, amikor idehozta a kancellária Bundes, és Hunfalvi, Hunszendorf, egy szót magyarul nem tudtak, ők alapították a magyar finnugorisztikai tanszéket. Ma a finnek, nem ma, 20 éve nemhogy nem tanítják, hanem egyértelműen azt tanítják, hogy a két nyelvnek
volt érintkezési felülete, de az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz. Mennyit tudnak erről? Mennyit tudnak arról, hogy 1996-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, legyenek türelemmel egymással, ezt mindjárt nem fogom elfelejteni a szavamat, csak régen mindig szóltam, hogy kapcsolják ki a telefont, mert zavar. Azt körülbelül ennyien voltak, és egyszer megszólal egy telefon, de úgy halkan, egyre fokozatosabban. Egymásra néztek először, majd mindenki rám néz. Letagadni sem tudtam, mert egy ilyen bizgátoros telefon így a zsebembe remegett, és akkor megfogadtam, hogy soha többet nem fogok szólni. Miért? Mert elővettem a telefonomat, és ki akartam nyomni. Nem találtam a gombot. Össze-vissza nyomkodtam, az meg csak szólt. Hát, ha én ilyet megteszek, akkor önök nyilvánvalóan vagy elfelejtette, vagy fontos hívás várt. Ezért nagyon fontos, mert a betegségünk egy része ezzel kapcsolatos, hogy nincs bennünk türelem a másik iránt. Mert ha mosolyogva nézünk oda, és nem, nem kapcsoltad ki, akkor megtalálja a gombot szegény, úgy izzad, mert ő kellemetlenül érzi magát, hát akarta, ezért segítsünk egymásnak. Nagyon szépen kérem önöket, és mindenben ez legyen az első. Tudok-e segíteni, és nem bántani? Tehát ezek a dicső urak rájöttek valamire. A magyart nem lehet fegyverrel elpusztítani. Mit kell tenni a magyarral? Elvenni a önazonosság tudatát. És megint tudom, hogy vannak önök között egészségügyek, orvosok. Van egy rettenetes betegség az emberi betegségek között. Amikor valaki, láttak ilyen amerikai filmet, súlyos baleset, agysérülés, fertőzés után, elveszti az önazonosságát. Nem tudja, hogy kicsoda. Se az apját, se az anyját, se a feleségét, se a gyerekeit, se a házát. Semmit nem ismer meg. Nem tudom, ki vagyok. Ebbe belehalnak az emberek, az orvosi segítség nem hozza vissza az azonosságot. És eljutottunk oda, hogy a tudományos kutatásaim eredménye az, hogy a magyar nemzet és egyes emberek azért ilyen betegek, mert elvesztették az önazonosságukat. Szégyeli, hogy magyar. Nem tudja a történelmét. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, történész professzor, a magyar, az akadémia könyvkiadó által kiadott magyar történelemre azt írja, hogy a magyarok, amikor ide a besenyők és a keleti népek beszorították a Kárpát-medencébe, mivel ők lóra születtek, olyan görbe volt a lábuk, hogy nem tudtak megállni két lábon, és az itt lévő szlovákoktól tanulták a kiegyenesedést, mert görbehátú, görbelábú emberek voltak, akik kedvüket lelték asszonyok és gyermekek gyilkolászásában. Na most, szóval az írástudók, tetszik tudni? Én, a papok, a politikusok, a írástudóknak valamikor az volt a szerepük, hogy a rábízott embereket vezessék, az igazságot, a tudást adják át. Test, lélek, szellem. A testről, a lélekről, a szellemről. Bárhol hamisságot terjesztenek, az írástudóknak ennél nagyobb bűne nincs. Ők azért kapták a Jóistentől a talentumot, azért kaptak esetleg többet, hogy többet segítsenek. A magyar nemzet történelmi időszakában minden magyar egyenlő volt. A vezetőt az emberek választották. Minek alapján? Az, aki a legtöbbet volt hajlandó áldozni a hazáért, akár az életét,
a vagyonából legtöbbet áldozott, azt választották meg vezetőnek. És ha hazudott a népnek, még háborús körülmények között is, ha hadvezér volt, azonnal leváltották. Nem volt parton. És ezért tudniuk kell, hogy a magyar vezető az nem azt mondja, hogy előre elvtársak, vagy a francia forradalomban előre, vagy jön július 4-e 907 emlékére a pozsonyi csata emléke, mit a magyar vezetők, mit mondtak a népnek, akik vezetők? Utána Árpád apánk és három fia adta az életét 907-ben pozsonyi csatába, hogy mi ma itt lehetünk. A magyar vezető azt mondja, hogy utánam. De mibe utánam? Áldozatvállalásban, akár az életét odadva a vezetettekért, a népért. A francia uralkodó gyermek Lajos azért menekült meg, mert a dombtetőről a katonái, akik négyszeres túlerőben voltak a pozsonyi csatába, ugye azt kiabálták, hogy előre. A szovjet hadseregbe, ha nem ment előre, akkor hátulról lelőtték. A magyar vezetők azt mondták, hogy utánam. És ezért összekapcsoljuk a napi eseményeket. Nem tudom, hogy olvasták-e, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, és előre leszögezem, hogy nekem a püspök atyák, én katolikus vagyok, püspök atyák egy részével baráti viszonyban vagyok. De ami megint tegnap történt, az elfogadhatatlan. És legnagyobb bajban a kis- és középpapság van, mert a minden vallási, főleg a keresztény egyházakban hierarchikus rend van. Szent hierarcha. Tehát amit a püspök úr mond, az végre kell hajtani, vagy kivetközik az egyházból. Lehet lázadni, de az nem vezet célra. Mi történt tegnap? Hallottak róla? Hallottak róla, hogy a magyar állam, a jelenleg hivatalos magyar állam arra kérte az egyházi vezetőket, hogy egy percet harangozzanak mindenhol Trianon emlékére. Egy percet. Olvasták, hogy mi volt a három vallásvezetőnek a válasza? Közösen írták alá, ugye, a katolikus püspök, Erdő Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv és Gáncs az evangélikusok részéről a vezető. Azt mondták, hogy nem harangoznak, mert a harangszó nem arra való. Mondták annak az országnak a lelki, szellemi vezetői, akik tudják, hogy a világon mindenhol a déli harangszó Nándorfehérvár győzelmének szól. Tudván azt, ezt, és most a történelemből ilyen apró kis mozaikat veszünk, tudják ugye, hogy Hunyadi János és Kapisztrán János állt a magyar seregek élén. És Hunyadi János nemhogy nem látta elérkezettek a csatát, hanem azt mondta, hogy nem szabad kezdeni még. A hadvezér, a zseniális hadvezér azt mondta, hogy nem. És mi történt? Kapisztrán János, a pap, a szerzetes, azt mondta Jézus nevében, és Jézust kiáltva olyan fergeteges rohamot indítottak, hogy elsöpörték a sokkal erősebb oszmán seregeket. Nem lehet ezt az országot megváltoztatni, csak olyan írástudókkal, politikai, gazdasági, lelki és a tudós világ vezetőivel, akik vezetők, akik az igazat mondják, mert az igazság felszabadít. Ezért most sorra megyünk néhány dolgon, amit bárki, bármikor utána tud mondani. Megmondom a forrást, hogy honnét van. Tudnélik megvan, nem mostani kitalálás. Ott van elérhető könyvekbe, könyvtárakba, csak valahogy egy kicsikét eldugták önök elől.
Trianon. Itt ezt a lepedőt, ha megnézik, itt oldal nézetben az emberi agy van, és a régi Magyarország. A történelmi Magyarország. Nézzék csak meg, hogy az emberi agy, a kék vonal és a történelmi Magyarország határai oldalnézetben olyan, mint az emberi agy. És hogyha sorra veszik, hogy a csonkolt részekben mi veszett el, tessék csak nézni, mert ez a kérgi állomány. Elvesztettük látásunkat, érzésünket, mozgatásunkat, hallásunkat. Micsoda analógia, micsoda hasonlatosság, micsoda döbbenetes megegyezés. Persze ez csak az orvosnak a különleges látása, de minden forma a funkcióra is utal. Gondolják el, hogy a DNS spirál, ami a genetikai átörökítő képességért felelős, az aranymetszés szabályai szerint emelkedik a spirál. 1,67-szer 1. Ez a téglalap. És ha kimennek, és megnézik bármelyik fát, és az ágakat, ahogy indulnak, az ágak leveleit nézik, milyen érdekes, az is az aranymetszés szabálya szerint történik. Döbbenetes, nem? A minden az egyben, az egy a mindenben. Emlékeznek rá, hogy mit mondtam? 360 milliárd sejt. Ennyiből épül fel a szervezetünk, és ha egyetlen sejtet mai mikronanotechnikával meg szeretnénk alkotni, mit gondolnak, mekkora lenne az az egyetlen sejt? Mint a földgolyó. Tehát ezért mondom, az isteni tudás, az Isten alkotta világ megismerése csak részben történhet. Ugye mióta a világ, világ és a filozófusok, ugye ők, a gondolkodók azt mondják, hogy az első volt az anyag, és az ősrobbanásból keletkezett ez a világmindenség, ezek a materialisták. Az istenhívők azt mondják, hogy az örök szellem Isten teremtette mindenséget. A legújabb időkben ugye egy nagyon szellemes kis érzékeltető analógia, amikor azt mondják, hogy a materialistákkal szemben, hogy volt az ősrobbanás, és ott szétestek, és akkor az atomok egymással ütköztek, és akkor kialakult először az élettelen, majd abból az élő. Azt mondják az istenhívő tudósok, hogy nagyon egyszerű, uram, szedje szét a svájci óráját, ami még ilyen kerekekből áll, hajítsa be az Atlanti óceánba, és várja meg, még ebből összeáll egy pontos időt mutató svájci óra. Az ember, ha ez végül, lehetetlen. Tehát ezért lehetetlen, hogy csak úgy magától ez szerveződött. Tehát ez alapvetően eldönti azt, hogy hogy állunk a világhoz. Én, istenhívő, Krisztus vallását követő, keresztény ember vagyok. Tisztelem a másikat, én őt nem bántom, de ő is tisztelje az én micsodámat, hitemet. Mert a materializmus is hitkérdése, meg az istenhívés is hitkérdése. Soha senki nem tudta az ősrobbanástól az életet levezetni. Ugyanolyan hit. Akkor miért nem fogadja el az én hitemet a materialista? Mert Istenben hinni, és nagyon fontos ponthoz érkeztünk, egy Isten van. Egy teremtett világ van, egy életünk van, és több vallást vallunk. A jó Isten szándékából, akaratából kerültem ide, magyarnak Kárpát-medencébe. Ha engem Indiába tesz, vagy Afrikába feketének, vagy sárgának Kínába, akkor ott van dolgom. De ő is egy Istenbe hisz. Mindegy, hogy hogy nevezzük ezt az Istent. A vallás tulajdonképpen olyan,
mint egy harmóniának a különböző képen való játszása. Ugye, ha egy harmóniát hegedűn játszanak, egészen másképp hallatszik, mint a nagy zenekar játsza. De ha én elvárom, hogy tiszteljenek engem, mint katolikus keresztjént, vagy keresztjént, Krisztus hívő keresztjént, joggal várja el a mohamedán, a buddhista, a sintoista, a konfucionárius. Mert hogy egy Isten van. Miért kell külön hálásnak lenni nekünk ezt? Mit gondolnak? Mi az, amiért, aki ide születik és keresztjénynek születik, az külön kegyelmében részesült az Istennek? Végig gondolták, hogy mi ez? Ez a legnagyobb feladat, keresztjénynek lenni. Mert minden vallás hirdeti, hogy a vallási közösségbe tartozót, az azonosokat szeretni kell. Egyedül a keresztény vallás hirdeti, hogy az ellenséget is szeretni kell. Hát Krisztus ezért jött, hogy új szövetséget kössön velünk, a régi, a szemet szemért, fogat fogért, hetedizílen, 77-szer, az a háború végtelenítése. És jön Krisztus, és azt mondja, új szövetség egyetlen szóból áll. Szeressétek az Isten az egyik kőtáblán, embertársatokat, úgy, mint te magatokat. János evangéliumban még megnehezítés, itt a lényeg. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Mondja Krisztus. Hogy szeretett Krisztus bennünket? Föláldozta magát, érettünk. És a szeretetnek a három lépcsőfokában a krisztusi szeretetet igazán az emberek nem értik, mert a papjaink ugye mondják a templomba, hogy ugye ott van, hogy ha aki megdob kővel, dob vissza kenyérrel. Nagyon nehéz kővel dobálni, egyébként is kenyérrel nem dobálunk, mert az Jézus teste. Ugye tudják, most jön az aratás, minden búzaszem a kocsányát maguk felé fordítják, és nagyítóval megnézik, tudják, mit találnak rajta? Krisztus arcmását. Méghozzá a torinói lepel, gyönyörű Krisztus arcát. Minden buzaszem hordozza Krisztus arcát. Ezért a magyar nyelven a kenyeret életnek is hívják, tehát a kenyeret nem dobáljuk vissza. Ez egy képes beszéd, hogy ne kővel dobjál vissza. De a magyar értelmes ember, és én elmondom, hogy mi az, amit Krisztus Urunk elvár tőlünk. Ugye a szeretet három lépcsőjét, vagy fokozatát, nem tudom, hogy atyák, papok, tiszteletesek szoktak-e róla beszélni ezen a vidéken. Engem nagyon korán a hitoktatóm mindegyik gyerekként nagyon kíváncsiak voltunk, pláne amikor ugye a szeretetnek az első lépcsőfoka, mondta a tisztelendő atya, a szerelem. Mi azt hittük, hogy az valami legmagasabb fok, pedig a szerelem, az érosz, az nem más, mint biokémia. Minden növényt, állatot a teremtő azzal biztosította a sokszínűséget, hogy színben, illatban, ha illatanyagot bocsátanak ki, a méhecske oda megy, az állatok nem kell mondani, a macskáknak az üzekedése, a kutyák és egyebek, de az embernél is nem tudjuk befolyásolni. Hát ez nem az értelem és a lélek, hanem biokémia. És milyen csodálatos! A testet is az Úr teremtette, a testiséget is az Úr teremtette, de ez az legalsóbb fokú szeretet, mert mondom, ugye a filia, a barátság az egyel magasabb fokú. De hogy értjük ezt meg? Hát ugye Pista barátom hazajön Amerikából, és hozza Mérit magával. Bennünket gyerekkori barátság köt össze. A szomszédházba költöznek, Méri rám néz, én ő rá, és beindul a biokémia. És abban a pillanatban villámcsapás szerűen szerelmesek leszünk egymásba. Ugye nagyon fontos ez a szerelmi indítatás, mert Jancsi, aki szerelmes Juliskába,
Juliskát látja a legszebbnek. Igaz, hogy bicebóca, igaz, hogy kancsal, kicsit a foga is előáll, de ő neki, ő a világ legszebb nője. És hogyha a leány is szerelmes a fiúba, a fiút látja legszebbnek. A szerelem vak. Ezért nagyon fontos, hogy azt ne ítéljük meg, de tudni kell, hogy magasabb rendű szeretet forma a filia, a barátság. Visszatérünk a Mérihez. Egymásra nézünk, és már is indul a biokémia, a testi vágyak. Ugye most alig várjuk, hogy elmenjen a barátom, és egymásnak esünk. Nem! Mert a barátság azt mondja, hogy te ehhez a nőhöz nem nyúlhatsz. Senki úgy nem védett, mint a barátomnak a felesége. Szent dolog. A barátság okán le kell küzdenem a testi vágyat. Ja, ezt másképp is megfogalmazzák a papok, a 10 parancsolatban is benne van, de ott bele lehet kapaszkodni, mert annak idején, mikor a 10 parancsolat született, ugye ott az van, se házat, se mezet, tehát feleségét ne kívánjad, de hát annak idején több feleség volt, meg szeretők voltak, ez belefér. De ott volt, miért? Hogy azt a kötést, ami két ember között történt, azt te ember nem bánthatod meg. A mai modern világban ezt érteni kell, hogy a filia okán én hozzá nem nyúlhatok, hiába vagyok bármilyen szerelmes, mert a filia magasabb rendű szeretet legyőzi a testi vágyakozást. És jön az agapé, amit rosszul fordítanak, nem is tudnak igazán megmagyarázni, mert az a krisztusi szeretetnek a megnyilvánulása. Próbálok egyszerű módon segíteni. Önök közül többen még Victor Hugo-nak olvasták a Nyomorultak című könyvét, vagy filmen látták ezt a gyönyörű alkotást. Ott van egy Jean Valjean, tehát aki nem látta a filmet, vagy nem olvasta a könyvet, Jean Valjean a szökött fegyenc. Rabló gyilkos, aki betéved a parókiára, és a pap megvacsoráltatja, lefekteti, és másnap reggel útjára engedi, és amikor elmegy, akkor veszi észre, hogy a háznak tulajdonképpen egyetlen értéke volt, 2 ezüst gyertyatartó. Jean Valjean ellopta. Kis idő múltán jön 2 zsandár, kísérik vissza Jean Valjeant, és mondják, hogy tisztelendő atyát, nyilván nem adta oda ennek a szökött fegyencnek a gyertyatartót, hanem ellopta. És ekkor a pap mit mond? Nem. Én ajándékoztam neki. Lopott, bűnt követett el, de a pap a krisztusi szeretet, az ingyen kegyelem, és ez a kulcsszó, az ingyen kegyelem eszközével dolgozott. És ez az egyetlen dolog, hogy életébe először bűnt elkövetett, és nem megbocsátott, hanem ingyen kegyelmet adott. Nem visszaadta a gyertyatartót, és így megbocsátott a pap, hanem azt mondta, igen, vigye el, mert odaadtam neki. Ez az ingyen kegyelem. És Jean Valjean megváltozik. Ezért tudniok kell, hogy bárki, ha önöket megbántja, adós, aki kölcsönkért és nem adja vissza az adósságát. Meggyalázták a lányát, a feleségét, az apját, az anyját, a hazánkat. Csak az ingyen kegyelem adásával tudjuk ezt helyre billenteni. Ez borzasztó nehéz. Nem megbocsátok, nem várom meg, míg az adós visszafizeti az adósságát, hanem még mielőtt visszafizette volna, még mielőtt bocsánatot kért, én kegyelembe, ingyen kegyelem, azért ingyen, mert nem kérek érte semmit. Tehát ez a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem várom meg, nem kérem, hogy bocsánatot kérjen, nem várom, hogy visszafizesse adósságát, én szeretem. Ez nem érzelem, ez agy és lélek dolga. Miért? Mert csak így lehet megállítani a világ pusztulását, és mert Krisztus Urunk ezt tanította nekünk. De lassan 2000 éve küzdködünk, és nem értjük meg is. Így jön ide a magyar történelem. A magyar történelem gyönyörű. Mióta vagyunk a Kárpát-medencében?
Ez egy kérdés volt. Nem... Tetszettek hallani? Két válasz volt, ami jól hallatszott. 30 ezer éve, vagy ős idők óta. Mióta vagyunk itt? Nem tudjuk. Ez nagyon fontos. Nem tudjuk, de adatok vannak arra, hogy mióta az emberi faj létezik, a magyarok a Kárpát-medencébe voltak és vannak. Milyen adatok vannak erre? Ugye jönnek a tisztelendő atyák is, hogy ugyan már 10 000 éve volt a vízözön, akkor előtte miről van bizonyíték? De mennyi bizonyíték van? Milyen bizonyítékok vannak? A tudomány minél szélesebb körbe használjuk, annál több segítséget ad. A történelem tudomány szinte semmire nem használható, mert mindig a győztesek írják. 500 éve mi vesztesek vagyunk, diktálták a törökök, az osztrákok, az oroszok, szovjetek, most meg a globalisták. Ez a legrosszabb. Vissza kell venni a történelmünket, de hogyan? Hát úgy, hogy megpróbáljuk fejtegetni azt, ami megfejthető. Trianon miért történt? Kinek az ötlete volt Trianon? Mert ez aktuális, tegnap. Kinek az ötlete volt Trianon? Mit gondolnak? Ó, nagyon helyes. De mikor határozták el, hogy Magyarországot földarabolják? Hogy? Ne haragudj, nem értettem. Előtte. De mennyivel előtte? 100 évvel. Nem én nekem kell idejönni, jöjjön ki és tartsa meg az előadást, így van. Csak ugye ezt alá is kell támasztani érvekkel. 1814-ben Széchenyi gróf Széchenyi István huszárkapitány Prágában egy kocsmában már figyelték. És Metternich besugói már jelentést tettek arról, hogy ez a huszár kapitány mit mondott ebbe a kocsmába. Tessék csak figyelni, szó szerint a jelentés így hangzik. Gróf Széchenyi István huszárkapitány egy vendégfogadóba vacsorálva asztaltársai előtt kijelentette, hogy Ausztria csak ideiglenes fennmaradásáért harcol, akármennyit győz és akármennyire halad előre, napról napra közeledik a felbomlásához. Alig egy század múlva szét fog esni, mert Ausztria alkatrészei egyre jobban távolodtak egymástól. 1814. De ennél biztosabb forrás az, amit maga Ferenc Jóska 1849. március 4-én alkotmány iratot bocsátott ki, bárki utána nézhet. Ez az alkotmány irat a következőt tartalmazza. Még egyszer, 1849. március 4. Magyarország alkotmánya olyan képpen tartatik fönn, hogy mindazon szabályai, melyek a birodalmi alkotmánnyal összhangban nincsenek, érvényüket veszítik, vagyis Magyarország, mint ilyen, megszűnik létezni, és egyik tartománya lesz az egységes Ausztriának. Tessék figyelni. Erdély, Horvát, Tótország Magyarországtól elszakítatik, Bács és Bánsági három vármegye az ország testéből kihasítva szerb vajdaságot képeznek. Nem, 14, nem a 14-es háború és az akkori viszonyok, hanem mióta akarják elpusztítani a magyart? Mióta? Hát írott történelmünk szerint, amióta írás van róla, azóta mindig. Tessék elolvasni, 906-ban Gyermek Lajos az Egyesített Európai, mai Európai Uniónak megfelelő, tehát hiszen a nyugat-európai országokról van szó, egy memorandumot adott ki. Ez pedig így szól, Ungros eliminandos esse,
A magyarokat el kell pusztítani. És előtte, hát miért kellett Árpádnak hazajönni? Miért hívták Árpádot haza az itt lévő magyarok? Mert annyira megkevesbedtek, hogy szükség volt az elvándorolt magyaroknak a visszahozatalára. Jött Árpád, mikor is volt ez a, hogy hívják ezt a 896-ot? Úgy van, honfoglalás szó, az nyelvújítási szó. Hát hont foglalni annak kell, akinek nincs. Az, akinek van, az legfeljebb hazajön, hazatér, mert hazatérésnek hívták. De nehogy azt gondolják, hogy ez valamiféle csak a modernkori kutakodásnak az eredménye. Ezt a kis könyvet először 1731-ben adták ki. A kezemben tartott, igen viseletes változat, Amerikából jött haza, egy amerikai embertől, most kaptam Amerikába, az ő kapja 49 után ment ki Amerikába, és az ők unokája adta a kezembe, mert rongyosra olvasták, mivel nincs utóda, azt mondta, haza kell kerülni Magyarországba. Aki utána akar nézni, az 1731-es és a többi kiadásnak az a szegedi könyvtárban megtalálja, 12-13 példány megmaradt ebből a könyvből. Miért fontos ez? Hát azért, mert a gyerekeinket annak idején ebből a könyvből tanították. És mit tanítottak annak idején a magyarokról? A Magyar Nemzet Története című fejezetben az első kérdés az, hogy milyen nemzetből való vagy. Nem ungár, hungár, mi nem ungárok vagyunk, mi magyarok vagyunk. Mag népe, magyarok. Hunor és magyar volt a testvérpáros, és nem ugye a Hungary és a hungry, az éhes és a magyar, az még kimondva is alig-alig lehet megkülönböztetni. Ezzel csúfolnak az éhesek, ugye mi magyarok, mi nem. Tanuljátok meg, hogy én megtanulom, hogy téged hogy hívnak, te is tanuld meg, mi magyarok vagyunk. Ezért fontos az alkotmány. A második kérdés úgy szól, kiktől származtak a magyarok? 1731-ben 1845-i kiadás, itt az van írva a szittyáktól. Kik azok a szittyák? Szkíták, szittyák. Mik? És előtte, akik itt voltak, erről szól a történelemkönyv. Mit hazudtak el? Mit vettek el tőlünk? A történelem mindig valaki iratja. Tehát önök nem ülnek le történelemkönyvet írni. Ha a király megbízza, ha az akadémia megbízza, ha a tanári kar megbízza, akkor egy rész történetet leírnak. A krónika magyarok cselekedeteiről, a Chronica de Gestis Hungarorum Lajos király készítette. A képes krónika viszont Hertúl fia Miklós, a szövegírója Kálti Márk, ez a Kálti Márkféle képes krónika. Második Géza korabeli 1141-1162, Kézai Simon gesztája 1283 és 1332 Károly Róbert. És itt megállok. Ezek a geszták, az ősi történelemkönyvek, a királyok kívánsága szerint történtek. És mit írnak ezek a krónikák? Mit írnak a krónikák? Arról, hogy Árpád apánk hazajövetele hány évvel volt Attila király halálát követően? Hát ugye úgy tudjuk, hogy 453-ban halt meg Attila, meghalt vagy meggyilkolták, mit tudnak róla? Meggyilkolták, bizony, ki gyilkolta meg? Ildikó gyilkolta meg, honnét tudjuk biztosan,
mert ezt tudjuk. Meg tudják venni a könyvet a boltba, egy Michael Babcock, tehát úgy van írva Michael Babcock, egy amerikai történész 15 évet adott az életéből arra, hogy Attila utolsó napját megfejtse. Attila halálának a napját. Mit tudunk arról, hogy maradt meg a történelem, hogy Attila hogy halt meg? Attila az ifjú feleséggel elvonult a Nász éjszakára, és másnap Attilát véres hányadékba, mert berugott, megtalálták az udvari emberek. Kis probléma van. Egy Priscos Rétor nevű úriember látta Attila udvarát, és nagyon pontosan leírta, hogy a főurak aranykehelyből, kupából, a vitézek ezüst kupából isznak. Egyedül Attila fakupából, mert a vezér ezzel is mutatta a mértéktartóságot. Attilát soha ittasan sem látták. És berugott. Ú, de érdekes. De ki írja le Attila halálát? Nem Priscos, majd oda visszatérünk, hanem egy Jordánosnak nevezett 100 évvel később élt ember, aki Priscosra hivatkozik, de Priscos eredeti írata nincs meg. Amit viszont tudunk, hogy Attila halálakor Priscos Rétor Egyiptomba tartózkodik, és a hajósoktól tudja meg, hogy Attila meghalt. Tessék elképzelni, hajóra száll, lovagol, bejön Pannóniába, és akkor írja le az elmondás alapján Attila halálát. Hogy halt meg Attila? És ez a Babcock minden történelmi apró információt összeszed, és a kép a következő képen áll össze, mert nem tudok többet foglalkozni vele. Ez az Ildikó, ugye, mi van ekkor? A nyugatrómai birodalmat Attila legyőzte. Bármit is mondanak a fontos csatákról, de a nyugatrómai birodalom porba fekszik. Hol vagy jön a fölnövekvő új hatalom? A bizánci hatalom. De Attilához mért világhatalmat eladdik Nagy Sándor, és soha senki nem uralt. Útjukba áll 53 éves Attila, és elküldik Ildikót megölni. Ugye Attila királynak nem ő volt, hogy meghalt a felesége, és megözvegyül volt, vagy ki tudja hány felesége, meg szeretője. Tehát ez nem egy olyan nagy dolog volt, mint utólag gondoljuk. Jött Ildikó, és Attila alszik. És tessék figyelni, illetve nem nagyon figyeljenek, csak egy picit. Ekkora kis fadarabbal, ami kötőtűvel, ilyen hosszúságival bárkit meg tudok ölni. Hogyan? Az orron keresztül, a rostasejteken keresztül az agyalapot tudom roncsolni. És ilyenkor véres váladék ürül az orjáratokon. Ildikó megölte álmába Attilát. Figyelem, ha önök fiatal asszony és bármilyen okból megházasodik valakivel, szerelmeskednek, mint ahogy feltételezték. És akkor önök mit tesznek, amikor észlelik, hogy júj, fölébred, és ott van mellette a legnagyobb király holtan? Hát rögtön segítséget kér, hát ha tudnak segíteni. Attila éjjel halt meg, és mikor törik rá az ajtót, Ildikóra és Attilára, délután este fele. És ott ül Ildikó is, a fájtlába burkolózva, hát sírdogál. Hát én is sírdogáltam volna a helyébe, mert minden józan érsz azt mondja, hogy megölted Attilát. De nem ez történt, hanem kreáltak egy mesét. És Széchenyi hogy halt meg? Széchenyi öngyilkos lett? Széchenyi nem lett öngyilkos. Egy magyar jogászember ilyen vaskos kötetet írt, leírja a mai kriminalisztikai módszerekkel, hogy miért nem volt az öngyilkosság.
tudom, hogy kollégák vannak, köztünk kolléganők is esetleg, ugye ha egy agyfejlövés éri valakit, először is a műleírás, Széchenyi jobbkezes volt, tessék leírást elolvasni, hol van a mordája pisztoly, bal kézben és a bal térdén nyugszik. Ekkora ez a pisztoly, megtekinthetik ma is, annak akkora löketereje van, ugye ezek a hatalmas tűzerővel dobják az ember kezét, a vadászok is, hát el tudja törni, aki vadászember van, az állkapcsát, vagy a kulcsontját, ha nem szorítja oda rendesen. Most képzeljék el, jobbkezes Széchenyi, bal halántékon lövi, hát nem tudom, hogy hogy tudja kitekerni a kezét, utána átteszi a bal kezébe, és nyugodtan leteszi a szétlőtt koponyával a térdére a fegyvert. Lehetetlen. Ha bal kézzel lő, másfél-két méterre elröpül a pisztoly. De mit csináltak ezek az aranyos kancellária emberek? Krimi. A halál után agydarabkákat raknak föl, ragasztanak föl a falra és mindenhova. Vér egy csepp sem. Pedig, ha valaki fejbe lövi magát, abból nem agydarabkák, hanem vér robban ki. Tehát véresnek kellene mindennek. Egy csöpp vér nincs a ruháján, egy csöpp vér nincs a falakon, hanem agydarabkák. Nem mondom el mind a 10 pontot, csak annyit, hogy 5 voltak körülötte, akik tudhattak erről a gyilkosságról, pár éven belül mindegyik halott. Fiatal emberek, középkorú emberek. Tehát a történelmünket, ha az igazságot nem fedjük fel, akkor ez a takart történelem azt mondhatja velünk, hogy hát olyan keletről ide-be suvasztott emberek vagyunk, nyomtak a besenyők, meg a nem tudom kicsodák. És akkor most jön... Mert hogy vége van tényleg az előadásnak. Néhány könyvet magyarul, tehát Ősi kapocs. Biztos, hogy önök közül többen olvasták. Ugye? Ki ez az ember, aki ezt írta? Alieni. Az etruszkok olyan népek, akiknek nem volt ősük és nem volt utódjuk. A rómaiak előtt éltek azon a földön. Alinei bebizonyítja, hogy az etruszkok Kárpát-medencéből kivándorolt magyarok. A nyelvük struktúrája egyértelműen ezt bizonyítja. Nem magyar tudós, hanem magát etruszknak vallő tudós. Ennek a könyvnek a címe az, hogy honfoglalás, messziről talán nem látszik, The Magyars Are Back Home. Ezt pedig könnyű megjegyezni a szerzőt, Michelangelo, Naddeo Michelangelo a szerző, fordítják magyarra. Ő nem kevesebbet állít, mint hogy a világkultúra Kárpát-medencéből indult el Krisztus előtt 5-6 ezer táján, még egyszer a világkultúra, nyugatra is, északra is, délre is, keletre is. Minek alapján állítja? A Föld megőrzözte kincsek, tehát különböző olyan tárgyak, amit ember készített, a magyar nyelv, a rovásírásnak a végigkövetésével, a pentatónia, ugye az 5 ütemű nép, dal, érdekes módon ott jelenik meg, ahol az írásbeliség és a népi díszítő művészet a magyar nyomokat mutatja. Hol jelennek meg? Móricz kiről írt? Tudós barátaim vannak itt többen. Ők a dél-amerikai magyarul beszélő ősindiánokról beszéltek. Aztán mostanság megjelent, hogy Dél-Kelet-Ázsiában ilyen primitív, kőkorszaki állapotban lévő helyi lakosok magyarul beszéltek, magyarul beszélnek. Aztán világszenzációnak indul, és hirtelen szívhalállal valamennyien meghalnak, akik ezeket a közléseket adják, Móricz, horvát, és nem mondjam tovább a neveket. De ezek külhoni emberek. És akkor most csak arra hivatkozom, amit az egész tudomány, az egyetemes tudomány elfogad. Mikortól származtatjuk az európai írás ősiségét, az egyiptomi hieroglifákat, kép és runaírást. Krisztus előtt 3500-4000.
És a tatár lakai, a gyakkorongok hány évesek? 7,5-8 ezer évesek. Na már most, ugye nem a nagyapa származik az unokától, hanem az unokától, a nagyapától az unoka. És érdekes, a székely ember, amit nem tudtak megfejteni, egyiptomi hieroglifákat, ő meg nekiállt, és folyamatosan olvasta. Most megint valami érdekes felfedezés van, hogy tessék figyelni a televíziót, mert valami 15-20 ezer éves rovásírásos leletre bukkantak, és a viszokói piramisok mennyi idősek? 32-35 ezer évesek. És mit találtak? Rovásírást. Székely magyar rovásírást. Ez a könyvecske szintén magyarul elérhető. Az archeogenetikusok, tessék figyelni, 2000. november 10-én a Science nevű, a világ legismertebb tudományos újságjában megjelent egy cikk. 16 szerző, tehát 16 ország szerzői írták, Amerika, Spanyolország, Olaszország, Németország, a Kárpátok-vidék, román, lengyel, magyar nincs köztük. Miről szól ez a genetikai, archeogenetikai vizsgát? Mi volt a kérdés? Hogy az európai népek közül melyik nemzet nép hordozza legmagasabb arányban az európai ősgént, a 35-40 ezer éves európai ősgént. Ez volt a kutatás tárgya. Melyik nemzet hordozza önök? Ugye én bennem is van, egészen biztos, hogy az Árpád apánkkal visszajövő keleti vér, mert a pofacsontom olyan, meg a szemem is olyan, de van bennem sváb, horvát, szerb. Önök között biztos, hogy a 80%-a van szláv, szlovák, lengyel, tót, mindegy, tót. És akkor mégis magyarok vagyunk? Hogy a fenébe van ez? Nem inni akarok, csak demonstrálni. Emlékeznek az idősebbek, hogy én nagyon nem szerettem a fizikát. De aztán öveges professzort néztem a tévébe, és jobb volt, mint a népmese. Azért, mert úgy tudta elmondani. Azt nagyon megszerettem. Genetika. Mi van ebben a pohárban? Víz. Ez a mi összsejtünk genetikai alapanyaga. Ha belecsöppentek egy csepp kék tentát, milyen lesz a víz? Kékes, világos kék. Ez a domináns gén. Tehát ez így érthető, és mondom az eredményt. Az európai országok közül utolérhetetlen százalékban és magasságokban, legnagyobb arányban a magyarok hordozzák önök az ősgént, 95%-ban ott van az ősgén, az önök sejtjeibe. Kik a következők? Nagyon fontos. Mit gondolnak? Kik a következők? Lengyelek, így van. Kik a harmadikok? Hogy? Majdnem jó, tehát jelenleg Ukrajnához tartozó a Vereszkei szoros környékén élő népek, ukránok, szlovákok, ruténok, románok, magyarok, mert a nyelvük különbözik, de a genetikai állományuk az rendkívül hasonlatos. Kik a negyedikek? A horvátok. És hol vannak az európai, ugye nagy államok népei? Ott egészen a sor végén alig 20-22%-kal. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy megtiltja önöknek bárki, hogy ma a Google-be, a könyvtárakba kutakodjon afelől, hogy mit írtak őseink. Megtiltja édesanyának, édesapának azt, hogy magyarul elolvasható ma már a képes krónika, Gesta Hungarorum, mert be se fejeztük. Hát mennyi év telt el? 453, és mikor volt a hazatérés? Ez csapdás kérdés. Nyilván nem 895 lesz. Az lesz, nem 896.
Mert 896 ott a millénium. Na, persze, azért, hogy mert nem fejeződtek be az emlékművek, egy évvel megtoldották, nagyon bölcs. De ez hány év? 895 és 453. Hány év ez? És a gesztákban meg az van írva, hogy még Attila unokája jött vissza Árpáddal. Azt írják, hogy 150 év telt el azóta. Hogy van ez? És akkor jön Heribert Illing nevét, ki hallotta? Heribert Illing. Ez egy német történész professzor, aki magyarul megjelent a könyve, Kitalált középkor. Ez a német történész azt írja, hogy 300 évet betoldottak a jelenleg ismert történelmünkbe. Érdekel engem? Nagyon, mert ezt írják a geszták. Valamit nem stimmel. Én nem történész professzor vagyok. Én gyógyító vagyok, aki azt látom, hogy a magyar nemzet, ha nem szerzi vissza az identitását, a történelem tudatát, és nem, hogy nem szégyelni kell, hanem büszkének kell lenni, hogy Kárpát-medencébe születtünk, hogy magyar az a nyelvünk, és keresztények vagyunk. Ez a három dolog az, amit tisztázni kell, és a betegségek döntő része ebből a borzalmas állapotból adódik. Miből? Hogy nem szeretjük egymást. Magyar a magyarnak, magyar a szlováknak, románnak, zsidónak, cigánynak ellensége. Pedig nekünk szeretett parancsot mondott Krisztusunk is, a mi népünk a szeretetre épülő társadalmat építette. Egyetlen egy gyógyszer van, higgyék el, ami minden betegséget képes gyógyítani. Ez a szeretet. Daganatos megbetegedések meg tudnak gyógyulni, ha szeretjük apánkat, anyánkat, gyerekünket, annyira szeretjük. Hány édesanyja mondta, hogy nem tudtam meghalni, ott voltam már, de vissza kellett jönni, mert mi lesz a gyerekkel? Hát ki szoptatja, ki neveli föl? Gyönyörű történeteim vannak arról, hogy gyönyörű volt odafönn. Ezzel az élménnyel jött, és akkor megkérdeztem, 14-szer élesztették újra. És akkor megkérdeztem a bácsit, annak idején annyi volt idős, mint én, hogy mi a fenének jött vissza, olyan gyönyörű volt fönn. És akkor tudják, mi volt a válasz? Hát nem maradhattam. Nincs, aki megmetsze a rózsalugasomat. Tehát tessék tudomásul venni. A teremtő akaratából kerültünk a földre. Majd, ha befejeztük, földi dolgunkat mehetünk. Dolga volt, azért nem mehetett el. Drága idős hölgyek és urak, a dolgunkat, ha majd befejezzük, akkor mehetünk Isten országába. Ne akarjon senki korábban meghalni, se eutanáziával, se önkezileg, se gyötrelmes, szomorú életet élve. A nagy családok idefelé jövet hallottam, hogy is van, hogy a nagyszülők, a magyar nem nagyapának és nagyanyának mondja, ugye? Az öregség, mert ez grossfather, grossmother, a magyar mit mond? A népmesékből. Tessék csak emlékezni. Öreg apám, öreg anyám, mert anyai és apai minőségben voltak az öregszülők. Most meg nem is láthatja az unokáját. Hát akkor miért maradjon itt? Hogy van az, hogy eldugják az öregszülő elől? Miért fontos az öreg apának és az öreg anyának az unoka? Hát mert tessék megnézni, általában az unoka hasonlít az apára, az öreg apára, vagy az öreg anyára. Ránéz az öregembe. Azt mondja, hű, ez a gyerek úgy simítja a haját, ahogy én simítottam gyerekkoromban. Né, hát ez ugyanígy csámpász, mint én gyerekkoromban. Vagy az öreg. Itt marad a nyomom. Mennyivel könnyebb elmenni, ha tudom, hogy itt van, ez a gyerek tovább viszi, amit én nem tudtam befejezni. És amivel én befejezem, a szeretetről kellett volna beszélni, de lehet, hogy elég lett volna János evangélista, Krisztus Urunk kedvenc tanítványa, életének, nagyon hosszú életet élt, életének több mint utolsó 10 évben csak 2 szót mondott. 2. Soha többet nem. Mielőtt ezt kimondanám és elbúcsúznék önöktől, tisztelettel kérem, ne tapsoljanak meg.
Miért? Hallják a csöndet? Béke, csönd legyen, mondja az Úr. Ott, ahol sok ember összegyűlik, csöndbe van, és szeretetteljes közösséget alkot, mindig könnyebben tudja a szívünket az Úr elérni. Ő csöndesen jön. Ő nem kiabál, nem fény, nem tas hozzá ide, hanem a béke és a csend. Mi nem templomban vagyunk most, de templommá tudjuk tenni, ahol az Isten sok ember szívébe megjelenik. Ez a szeretet útján lehetséges. Tehát kérésem, ne tapsoljanak meg. A csöndet kell hazavinni, bemenni a templomba. Miért kell templomba járni? Nem tudom, hogy a jelenlévő tiszteletesek, tisztelendők, ha civilben vannak, az ornátusban lévők, nem csak a predikáció miatt. A templomokat olyan helyre építették, ahol energiaközpontok vannak. Sokkal könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni az éggel. Ott csönd, béke van, ha oda se visszük be a zajt. De ha ide elhozzuk a csöndet, akkor minden helyből templomot tudunk kialakítani. Isten szabad ege alatt, ha békességben, szeretetben, egymást keresve találkozunk. És akkor a János evangélista utolsó 10 évében mondott 2 szó mi volt? Szeressétek egymást! Szeressétek egymást! Szeressétek egymást!